Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Nagykunsági Krónika közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem tekintsék meg mai műsorkínálatunkat. Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves nézőink! Aktuális kérdések című műsorunk mai vendége Pardi Sándor főigazgató úr, a Karcagi Szakképzési Centrumnak a vezetője. Köszöntöm itt a stúdióban. Köszöntöm a kedves nézőket, kedves kollégát is. A Karcagi Szakképzési Centrum ugye 2015. júniusában állt fel, azóta eltelt másfél év, és úgy gondolom, hogy ennyi idő alatt ugye egy szervezet szépen fel tud épülni, és működni tud. Milyen illetékességi területen működik a Szakképzési Centrum, illetve milyen elvek mentén végzi a munkáját? Hát 6 járásban vagyunk jelen, azt jelenti, hogy 8 szakgimnázium és szakközépiskola, illetve gimnáziumi területi értékességünk van, amit működtetünk. Ez a 6 járás tulajdonképpen a Tiszafüred, Kunhegyes, Karcag, Mezőtúr, Kunszentmáltom és Törökszentmiklós. Összességében a felállás óta én azt gondolom, hogy elindítunk egy folyamatot a szakképzés területén, a szakgimnázium, szakközépiskola területén, és hogyha nem is a nappali képzésben, de a felnőtt oktatásban azonban eredményeket értünk abban az értelemben, hogy a kezdeti stádiumban 250 fővel tudtuk indítani a felnőtt oktatás, felnőtt képzés, mai napon valószínűleg meg lett háromszorozódva, akik a felnőtt oktatásban részt vesznek ebben a képzés területen. Tehát akkor nem csak középfokú, hanem felnőtt képzéssel is foglalkozik a szakképzési centrum. Milyenek a beiskolázási mutatók, ezekről mit lehet elmondani? Hát én azt látom, összességében nem csak a térségünkben, hanem máshogy is nagyon nagy verseny van a diákért. Tehát én úgy gondolom, át kell mennünk a minőség felé, minőségoktatás irányába kell átmenni. Olyan szakmát, olyan képesítést kell nyújtanunk, amivel a munkavilágában el tud helyezkedni a diák, és mi azt gondolom, hogy az a szabály, meg az a feltételünk, hogy lehetőség szerint olyan szakmákat képezzünk, amire szükség van a munkaadó világának. Igyekszünk, folyamatos kapcsolatot tartunk a munkaadókkal, vállalkozókkal. Igényeket mérjük fel folyamatosan, hogy mi az a szakképesítés szakma, amire a legnagyobb szükségük van annak érdekében, hogy azt a hiányt, ami keletkezett vagy keletkezik, azt ki tudjuk elégíteni. Tehát akkor a Szakképzési Centrum, illetve a hozzátartozó intézmények ugye reagáltak a mostani 21. századi körülményekre, ahol ugye is felértékelődött a szakképzett embereknek a száma, hiszen egyre kevesebb olyan szakmunkás emberrel találkozunk, akik ugye a hétköznapokban különböző szakipari munkákat el tudnának végezni. De akkor ezek szerint biztató, tehát azért vannak jelentkezők, akik a szakképzésbe szeretnének bekapcsolódni. Igen, mi igyekszünk olyan marketing tevékenységet folytatni, ahol a szülő tulajdonképpen látja, meg érzi majd, hogyha egy jó szakmával is el lehet helyezkedni, munkát fog találni, tehát megélhetést tudja biztosítani akár a saját családja, illetve a szüleinek is tud segíteni. Tehát igyekszünk ebbe az irányba, és ez nem egy zsákutca tulajdonképpen, mert ha valaki szakmunkás bizonyít megszerzi, 2 év alatt meg tudja szerezni az érettségi bizonyítványt, és akár mérnök is lehet belőle, tehát ez már rajta fog fogni, hogy mennyire motivált abban az érdekben, hogy tovább tanuljon. Egy intézményben ugye nagyon fontosak a diákok, ők az első számú fontos személyek, de nagyon fontos, hogy milyen nevelőtestülettel, milyen tanári karral tudják megszervezni a tanulóknak az oktatását, nevelését. Ebben a tekintetben megfelelően ellátottak-e az intézmények különböző pedagógusokkal, különböző képzettségű pedagógusokkal? Igyekszünk megfelelő szakembert hozzá kell tenni, hogy nem könnyű, főleg a gépészet mérnököket nagyon nehéz bevonni az iskolába, oktatásába, mert a versenyszféra tulajdonképpen elszívja ezeket az embereket, de feladat ellátás nélkül nem maradhat, és azokat a megoldásokat, ami lehetőség biztosít a törvény az alapján, megpróbáljuk megoldani
ezeknek a szakmáknak oktatását, ellátását. Ugye itt a szakképzésben nem csak bent az iskolában történik az oktatás, hanem különböző külső képzési helyszíneken. Itt ugye együtt kell működni, akár az iparkamarában, vagy ipartestületekkel, vagy más szervezetekkel. Hogyan működik ez a velük való kooperált együttműködés? Én úgy gondolom, meg a tapasztalatom az, hogy a kamarával, a vállalkozókkal, a munkadőkkel jó a kapcsolatunk, sőt, folyamatosan bővítjük ezekkel való folyamatos kapcsolattartást. Pontosan annak érdekében folyamatosan tudjuk az igényet fölmérni, hogy mire van szüksége az iparnak, a vállalkozónak, a munkadónak, hogy a szakképzést, illetve a szakmák képesítését abban az irányba tudjuk elmozdítani. Ugye itt a képzés területén fontos ugye a külső képzőhelyekkel való kapcsolattartás, de a beiskolázás tekintetében pedig úgy gondolom, hogy az általános iskolákkal való kapcsolattartás is igen fontos. Ennek milyen fórumai vannak, milyen kialakult gyakorlat az intézményeikben? Én azt gondolom, nagyon nagy hordai a szakmák éjszakája, ahol azt jelenti, hogy bemutatkozunk, megmutatjuk a szülőknek, a leendő diákjainknak, hogy mit tudunk mi, milyen szakmát, milyen képesítést tudunk nyújtani, ahol megfoghatja, kipróbálhatja nem csak a diák, hanem a szülő is. Valamilyen formában egy nagyon keskeny spektrumát látja a szülő, a diák, hogy ez a szakma mihez tartozik, mitvel foglalkozik. Egy nagyon pici betekintés lehetősége van a szülőnek, a diáknak. Ez is egy olyan marketing tevékenység, amely próbáljuk a diákokat magunkhoz vonzani, hogy mi iskolánkba iratkozzanak be. Én azt mondom, hogy biztos ennek is lesz eredménye. Tavaly volt az első, az idén is meg fogjuk rendezni, és hogyha népszerűsítjük azokat a szakmákat, előbb-utóbb a szülők is látják, hogy érdemes a szakképzőbe, szakmunkás, vagy szakközépiskolában, mai megfogalmazás szakközépiskolában a diákot, a gyermeket. Ugye azt tudjuk, hogy minden intézmény egy bizonyos költségvetéssel rendelkezik, de vannak olyan kiegészítő források, gondolok itt konkrétan a pályázatokra, hogyha ezekkel él az intézmény, akkor nagy mértékben ki tudja egészíteni a költségvetési kereteket. Melyek azok a pályázatok, amelyekbe be tudnak kapcsolódni, és ezen a területen eredményeket elérni? Igazándiból minden olyan pályázat, ami megjelenik a közoktatás szférában, amit mindenre szeretnénk pályázni, meg pályázunk is. Többek között hagy mondjam el, hogy az útra való, az aztán nagyon fontos, a szakma, ösztöndíjas szakmáink vannak, illetve Erasmus Plus-ban, a mobilitásban vagyunk benne, ami azt jelenti, hogy a diákjainkat a 3-4 hetes gyakorlatra ki tudjuk vinni külföldre, és kint gyakorolhatják az ottani technológiát, ottani technikát meg tudják tanulni, illetve látják, hogy hogyan, miképpen zajlanak ott a képzések, illetve a szakmának a tanítása. Ez folyamatosan megy most is, mai nap is megy. Vagyis valakint gyerekeink Franciaországban most fognak a héten hazajönni. És nagyon jól érzik magukat, legalábbis az a visszajelzés, hogy mikor visszajönnek, akkor nagyon nagy élményben, gazdagon jönnek haza, és sok mindent látnak. Tehát akkor az itt tanuló gyerekek sokszintű képzésben vehetnek részt, hiszen nem csak itt van az iskolában, az iskolapadban, a képzőhelyeken, hanem a külföldi példákat, mintákat is megláthatják, tapasztalhatják, amelyeket utána ugye tudnak alkalmazni a mindennapokban. Ez így igaz, és sőt, még arra is volt a külföldi gyakorlat, hogy a nyelvet talán jobban meg tudjuk szeretetni ezekkel a gyerekekkel is, mert ha kimegy külföldre, akkor legalább meg tud szólalni, és tud kommunikálni a kinti diákokkal, a kinti munkáltatókkal, vagy munkadókkal. Így van. Ugye a szakképzési centrumnak a székhelye itt van Karcagon. Hogy kell elképzelni ezt a székhelyet? Ott van egy apparátus, felállt. Mivel foglalkoznak ott pontosan? Hát a székhely gigantikus, a Dózsa György 29 volt, csokonai könyvtárban vagyunk elhelyezve. Azt jelenti, hogy van egy pénzügy gazdálkodási részünk, annak van egy helyettes, egy gazdasági főigazgatóhelyettes, és van egy tanügyigazgatás, ahol azt jelenti, hogy egy szakmai helyettes irányít, vagy segít a munkámat. A központi irányítás innen megy, illetve nagyfokú önállóságok vannak a tagintézmények, főleg tanügyigazgatásban, de pénzügyen is van költségvetés az intézménynek, és abból kell neki gazdálkodni. És mi ezt folyamatosan figyeljük, és hogy amit probléma van, akkor jelezzük a kollégának, hogy túllépi. Vagy ha marad, talán véletlenség maradvány van, akkor szólunk, hogy még lehetőség van arra, hogy szakképzési anyagot vásároljon, vagy hasonló, hogy szükséges az oktatáshoz. Tehát akkor ez egy koordináló központ, amely összefogja az ide tartozó intézményeket, irányítja a szakmai, illetve a gazdálkodási munkát. Az elmúlt másfél év tapasztalata alapján mi a véleménye ennek a működéséről, hogyan vált be ez a rendszer?
módszer, milyen eredményeket tudnak felmutatni? Hát most, ha én elkezdem dicsérni, akkor azt mondják, hogy jó, ha dicséri a saját lovát. Én azt gondolom, hogy a gyerekeknek, a szülőknek kell látni, illetve az intézményeknek kell látni, hogy hogy dolgozunk. És hogyha nem érkeznek panaszok, gondolom, akkor valószínű, hogy valamit jól csinálunk, vagy kezdünk jól csinálni. Nem könnyű különben, úgy látom ezt a 8 intézményt, és közel 3000 diákot, és azt a 450 dolgozót összefogni, de igyekszünk megtenni annak érdekében, hogy ez olajzottan működjön, ez a felállított rendszer. Igen, és egy ilyen intézményi szervezetet irányítani egy dolog, de gondolom, hogy önnek is vannak elképzelései a jövőt illetően, hiszen egy vezetőnek mindig vannak elképzelései. Esetleg erről lehet említést tenni. Van elképzelésem, én úgy gondolom, hogy hosszú távon meghatározó szerepnek kell a centrumnak a képzésben, nem csak a nappali, de a felnőtt oktatás, felnőtt képzés. Tehát azt a hegemóniát, ami esetleg nagyobb városokban alakult ki hosszú évtizedek alatt a megyében is, mi azt szeretnénk megerősíteni Karcagon. Hát Karcag egy potenciálisan centrumként is működő, erős felnőttoktatás, felnőtt képzés, napoktatásra integrálódott hivatal legyen, nem is hivatal, hanem iskola legyen. Én azt gondolom, ebbe az irányba indultunk el, és folyamatosan figyeljük, hogy mire van igény. Ennek érdekében, akár felnőtt képzés, akár felnőttoktatásba igyekszünk azokat a képesítéseket, képzéseket, amire nincs engedélyünk, megszerez engedélyt, hogy ez folyamatos legyen, illetve gördülékenyen legyen a szakmáknak a tanítás, oktatása. Erre egy példát is mondok. Megkértük a tehergépkocsi vezető és autóvezető jogosítvány szerzés lehetőségét. Már bent van a hivatalban, és várjuk azt, hogy mikor fogják elfogadni. Ez azt jelenti, hogy talán azt gondolom, hogy a megyébe biztos, hogy mi leszünk az első olyan centrum, ahol tehergépkocsi vezető jogosítványt, illetve D kategóriás, azaz buszvezető jogosítványt lehet majd szerezni, és szakmásítottat, tehát OKI képzésben levő szakmával rendelkező urak jönnek majd hozzánk, képezzük őket. Kívánom, hogy az eddigi eredményekhez még további újítások és tervek, megvalósult tervek kapcsolódjanak, és tényleg a Karcagi Szakképzési Centrum egy olyan szerv legyen a maga iskoláival, amely a környék teljes szakképzését le tudja fedni, és megfelelő szakképzést tud biztosítani. Én ehhez kívánok önnek kitartást, nagyon jó kollégákat, nagyon jó csapatot, hiszen ezt tudjuk, csapatmunka, és további sikereket és eredményt. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, hogy befáradt a stúdióba. Kedves nézőink, köszönöm szépen a figyelmüket. Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcagi híreink következnek. Köszöntöm nézőinket, Plósz Csillával, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatójával beszélgetünk arról, hogy mikor is kapnak most a gyerekek fél évi bizonyítványt, hiszen gondolom, hogy már mindenki nagy izgalommal várja, hogy milyen lesz a fél évije. Igen, az idei tanévben is elérkezett a fél év időszaka. Ugye 2017. január 20-áig tart az első fél év, és ezt követően 27-éig kapnak a tanulók, illetve a szülők értesítést a tanulói ellenőrzőkön keresztül a fél év eredményéről. A mi időnkben azért még nem létezett elektronikus ellenőrző, meg nyomon követhetőség, hogy ki milyen jegyeket szerzett. Mennyire jellemző, hogy a szülők követik a gyerekeiket? Változó. Változó, hogy melyik szülő hogyan követi a gyerekek érdemjegyeit. A mi iskolánkban még nem került bevezetésre az elektronikus napló, de készülünk ennek a bevezetésére, hiszen elindult a Kréta rendszer, amelyben már dolgozunk, és a tantárgyfelosztást is ebben kell rögzítenünk, tehát ennek is az ideje eljön. Mi még a hagyományos módszert használjuk, tehát rendes papíralapú napló és ellenőrző formájában, amelyet a gyerekek és a szülők is forgathatnak. Azt gondolom, hogy ez mégiscsak inkább ez az igazi, amikor az ember úgy kézbe tudja fogni. Reméljük azért, hogy nagyon jól teljesítettek a gyerekek az elmúlt hónapokban, és azért itt az utolsó egy-két napon már sok jegyen nem lesz változtatás.
Igen, a tanév folyamán a kollégáim igyekeztek minden gyermeknek a tehetségét kibontakoztatni, illetve feltérképezni, hogy az egyes témakörökben, területekben mennyire járatosak, és alkalmakat biztosítottak nekik arra, hogy erről számot adjanak. Természetesen nagyon sok szép félévi bizonyítvány fog születni, de azt is hozzá kell tenni, hiszen ez mindig is így volt, mióta diákok vannak, hogy vannak olyan tanulók is, akik kevésbé nyújtanak szép teljesítményt, de megvan a lehetőségük, hogy a második fél évben ezt javíthassák. Ilyenkor azért lehet arról is hallani, hogy van, aki nem mer hazamenni, mert aki esetleg rosszabbul teljesített, lehet sajnos olyat is nem Karcagon, de azért lehet megyei szinten olyat hallani, hogy elszökik valaki, mert fél megmutatni a rossz bizonyítványát. Hogyan tudják erre felkészíteni a gyerekeket a tanárkollegák? Ugye a gyerekeket elsősorban úgy tudjuk felkészíteni, hogy attól, hogy rossz jegyet szerzett, attól még a tanárok és a családja is őt szeretik. Tehát ez nem akkora főben járó bűn, hogy ezért most világgá kell mennie. Tehát mi azt erősítjük a gyerekekben, hogy igen, vállalnia kell, hogy ő most ebben a fél évben így teljesített, és a szülőknek a figyelmét pedig szülőértekezleten szoktuk felhívni arra, hogy egy-egy rosszabb jegy, egy rosszabb teljesítmény még nem ok arra, hogy drasztikus következményei legyenek a gyermekre nézve. Én úgy gondolom, hogy egy egészséges családi környezetben, ahol jelen van a szeretet, ott ezt a diák a szülővel, a szülők a gyermekükkel ezt meg tudják beszélni. Tehát én csak azt tudom mondani a szülőknek és a gyerekeknek is, és elsősorban a gyerekeknek, hogy menjenek haza a bizonyítványaikkal, és aztán együtt a szülőkkel, a családdal készüljenek föl arra, hogy ez kijavításra kerüljön a második fél évben. Reméljük, mindenki ezt megfogadja, és nem fogunk arról elmondani, hogy valaki esetleg a rossz bizonyítványa miatt nem mer hazamenni, és a második fél év pedig sok-sok tehetséges tanítványt kívánunk Önöknek. Köszönöm szépen, így legyen. A második fél évünk is igen mozgalmas lesz, hiszen számos program és verseny kerül megrendezésre, illetve újabb fajta rendszerek is kerülnek bevezetésre. Itt, amit szeretnék megemlíteni mindenképpen, ami a gyermekek érdekeit szolgálja, ez a lemorzsolódással kapcsolatos, a lemorzsolódást megelőző korai jelző és pedagógiai támogató rendszer, amely most kerül bevezetésre. Ez azt segíti elő, hogy időben felfedezzük azokat a gyerekeket, akiknek nagyobb megsegítésre van szükségük, hogy megelőzzük azt, hogy lemozsolódjanak, kimaradjanak az iskolából, hiszen az a célunk, hogy minden gyermek elvégezze az alapfokú 8 év folyamat. Köszöntöm nézőinket, Lévainé Kovács Rózával beszélgetünk, hiszen a Kovács Tehetségpont egy nagyon érdekes párbajra hívta az elmúlt napokban a gyerekeket. Mi is volt ez pontosan? 6. alkalommal rendeztem meg a Kovács Tehetségpont keretében a szudoku párbajt. Ez felsős diákoknak szól, az iskola 5-es, 8. osztályosig terjedő korosztálynak. Nem mindenki tudja, hogy mit is jelent ez a szó, és mi ez a speciális eszköz. Egy picit beszéljünk erről. Tulajdonképpen ennek a célja, hogy a gyerekeket játékos formában fejlesszük, logikus gondolkodásra neveljük. Ehhez ezt az egyre népszerűbb számrejtvényt választottam. 9 számot kell soronként, oszloponként, 9-es kis mezőkbe elhelyezni úgy, hogy minden részben, tehát soronként, oszloponként és egy-egy kis 3x3-as mezőben egyszer szerepeljen mindegyik szám. Ez egy kicsit bonyolultabb elmondani, mint az egészet megvalósítani. Gondolom, hogy a gyerekek élvezték, hiszen azért ez egy másfajta tudáspróba.
Igen, 62 nevező volt most erre a megmérettetésre már. Az első alkalommal sokáig bajlódtak vele, sok hibával dolgoztak, most már nagyon profik, készülnek rá, mind a két tagintézményben, Kiskulcsoson is, a Kovács Mihály tagintézményben is előre készülnek a gyerekek, oldják sorozatba a feladványokat, én is szoktam kiadni gyakorló lapokat, és egyre ügyesebbek. Nem tudom, hogy készült-e iskolák között összehasonlítás, hogy most melyik tagintézmény volt az ügyesebb, vagy van-e, akit szeretne kiemelni? Nem hiszem, hogy érdemes összehasonlítgatni. Kiskulcsosiak gyorsabbak voltak, ez tény. A párbaj arról szól, hogy első körben, az első fordulóban mindenki versenyez, aki nevez, és onnan évfolyamonként 8-8 diák jut tovább. Az a 8, aki elsőként hibátlanul oldja meg a feladványt. Itt még nagyjából azonos arányban jutott be mind a két tagintézményből diák. A következő második fordulóból már 4-en jutnak tovább, ott is ugyanúgy az idő és a helyesen megoldott feladatlap számít. A következő fordulóban, a döntőben már csak 2-en, és akkor 2-jük között zajlik a párbaj. És úgy tűnt, hogy nagyon ügyesek a gyerekek, kiskulcsosiak talán többet gyakoroltak, és idővel ők nyertek több kategóriában is, 3-ban. A 8-osoknál Csiki Patrícia, 7-eseknél Lukács Gábor, ők kiskulcsosiak, 6-osoknál Facsar Bence, kovácsos diák, és az 5-eseknél Doma Petra Dorina. Akkor azt hiszem, hogy nekik innen is gratulálhatunk, hiszen akkor megvívták a kis csatájukat. Mi lesz a következő? Tehát gondolom, hogy a tehetségpont azért a tanév során még sok hasonlóra várja a gyerekeket. Sok programunk lesz, még lehet, hogy a Sudoku párbajnak is lesz folytatása. Annyira igénylik a gyerekek, hogy gondolkozom azon, hogy tavaszi időszakban esetleg még egyet. A tanítónéni, alsós tanítónéni Kis Ferencné vetette föl, hogy a 4-es töprengő körösöknek is érdemes lenne egy ilyen versenyt szervezni. Gondolkozom azon, hogy egy kisebb mezőnnyel, tehát egy 6x6-os feladvánnyal elindulunk velük, és lesz nekik is egy párbaj. Erre a hétre is terveztem egy fizikai iskolai házi versenyt, de úgy tűnik, hogy a nagyszámú, nagyarányú megbetegedés miatt ezt most nem célszerű. Jövő héten Varázstorony vetélkedőre Egerbe megyünk, szintén a tehetség pont keretében. Szerdán Turkevére egy levelezős verseny döntőjére megyünk, szintén néhány gyerekkel tehetségpont keretében. A lábnyom lépés taposás tehetséggondozó projektünk folyamatosan zajlik, egyre sűrűbb programokkal, remélhetően majd, ha jön a jó idő, akkor már kerékpárral a külső helyszínekre is tudunk menni, tehát van bőségesen. Tök, én azt kívánom, hogy sok-sok eredmény szülessen még, hiszen akkor még nem lehet tudni, hogy hogyan szerepeltek más településeken a kovácsos tehetségpont diákjai. Köszönjük szépen! Én köszönöm a beszélgetést! Köszöntöm nézőinket, Szantnár Jánossal beszélgetünk, hiszen ha január eleje, akkor mindig séfek találkozója van Karcagon. Így van ez most is, kik érkeztek? Hát lényegében az új évet a séfek találkozójával szoktuk kezdeni, és Budapestről érkezett Vég Tomi, akkor Ferenczi Pisti, akkor Jankó István érkezett még, de többen lettünk volna, csak akadály miatt nem tudtak jönni, ahol akadály miatt, a rossz idő miatt, és lényegében mostan a séfek találkozóján a szakmai zsűri főz. Úgyhogy kaptunk egy bárányt, és abból készítettünk nagyon sokféle ételt, leveseket is, köreteket is, pörkölteket is, hát olyan pörk, inkább sülteket, megtöltött ételeket, úgyhogy majd a végén be fogjuk mutatni. Itt azért a előkészleteket mi is láttuk, egy kicsi szakmázás is volt azért, hiszen egymást is biztatgatták, hogy ki hogy díszítsen, tegyél még ide, ez így jobban mutat. Tehát azt gondolom, hogy az is fontos, hogy azok a zsűri
emberei, akik máshol zsűriznek, ők maguk is tanuljanak egymástól. Igen, hát lényegében nagyon sokat dolgozunk együtt, és próbáljuk a kunsági hagyományokat átadni, mivel hogy bárányról van szó, hogy a bárányból nem csak egy pörkölt készülhet, vagy akármi más, hanem tényleg akármi más, mint egy töltött, vagy egy leves, olyan gulyásleves, amit a Hortobágyon például tej nélkül, vagy tejszínékül készítenek. Itt például mostanában egy tejszínnel készített gulyásleves készítettünk, akkor készítettünk olyan töltött ételeket, ami lényegében szeretnénk a budapesti vagy a nem kunsági embereknek bemutatni, hogy készülnek ezek a mi általunk elkészített bárány. Úgyhogy hogy ilyen esetben próbáljuk megmagyarázni, hogy mit miért, hogy nem ismerik Budapesten például, most nem akarok senkit megsérteni, nem ismerik, hogy készül egy olyan töltött bárány, amit már többször bemutattam több helyen, hoztunk el vele díjat is, és ilyenkor a szakmában próbálunk egy kicsikét egymásnak megmagyarázni, hogy mit miért, meg meggyőzni, vagy megismertetni vele, hogy készül nálunk az Alföldön. Hát akkor már kiderül, hogy mit alkottak ma a séfek séfjei, és akkor reméljük, hogy az idei versenyeken is jó lesz a szakmai zsűrinek együtt dolgoznia. Igen, hát először is nagyon köszönjük, hogy a Karcag Televízió érdeklődött a séfek találkozója. Után külön öröm, hogy be tudtuk mutatni a városba azt, hogy egy bárányból miket tudunk készíteni. Azt hiszem, hogy a tévé meg a fényképek ezt dokumentálják. Sokféle salátákat készítettünk hozzá, amivel vegetáriánus saláták is vannak, akkor sok olyan mártásokat, amit joghurt alappal készültek, egy kicsit fűszerezve van, és ezeket igazság szerint meg kellene kóstolni, akkor az igazi. Úgyhogy még egyszer nagyon köszönjük azt, hogy be tudtuk mutatni az ételeinket, és sok szeretettel üdvözöljük a televízió nézőit. Köszönjük szépen! Ferenc Istvánnal beszélgetünk, hiszen az előbb Szatmár János már elmondta, hogy ennek a mai napnak az is célja, hogy megszerettessék az újdonságokat. Önt azért tudjuk arról, hogy nagy újító és nagyon szeret kreatívkodni. Mi mindent alkotott ma ebből a bárányból? Hú, hát meglepetés volt, hogy bárány és bárányból minden. Tehát szerintem meg fogják látni az asztalon, hogy ami fönt van, az alapanyag hús, az mind bárány. Készítettünk egy előételnek egy tojásos, sajtos tésztával sült bárány szeletet. Akkor van a bárány leves, citromosan, friss fűszerekkel. Utána van egy bárány sült, fetával, laskagombával töltve, hozzá egy pirított cékla, ilyen lengyeles céklával. Akkor van a bárány lapockából egy vadas, ami ugyan vadas, de icipicit beleloptunk a bárány ízét, meg kell végigkóstolni. Ehhez készítettünk egy bajor, kicsit magyaros gombócot, tudunk magyar házi sonka kockák vannak benne. Utána készült még bárányborda, akkor a bárány máj, egy kicsit ázsiaisan elkészítve, azt Vég Tamás barátom csinálta, készítette. Akkor a tüdő az a vadasba bele lett párolva, és nagyon finom lett, tényleg valami csodálatos, hát a pejslit tudjuk, hogy milyen, és ez nagyon finom kis aranyos bárány volt, és tovább sorolhatnám a többi ételeket. És hát gondolom, itt a nézőink is nyeltsek nagyokat közben, és ugye elképzelték, hiszen a képeken azért látják mindezt, amiről ön beszélt, de egyébként, amikor a másik oldalon áll az ember, hiszen most önök alkottak, és a jelenlévők fogják bírálni azzal, hogy hogyan ízlett nekik, amit alkottak, mennyire viseli a kritikát? Az építőkritikát igen. Na most én főzök egy ízű ételt. Az van, akinek ízlik, van, akinek nem. Egyet nem tudok elviselni, amikor azt mondják, hogy ez nem jó. Az jó, csak nekem nem ízlik. Tehát ez lehet, vagy nem szeretem. Egyetlen egy olyan étel van, amit én egy szerettem, fogyasztottam,
nem valószínű, hogy többször szeretnék, az az osztriga nyersen. Sülve igen, de nekem az nem jön be, többi minden. De egyébként azért évtizedek óta a szakmában van, mindig haladni kell, mindig vannak új dolgok. Mondjuk, ha egy picit trendizünk ezzel a csúnya szóval, 2017-ben mi várható, milyen újdonságok? Hát ugye volt a hagyományos konyha, akkor volt a fúziós konyha, akkor egy kicsit úgymond a távol-keletet próbáltuk meg. Az egyszerű, teljesen letisztult, egyszerű, mondhatnám úgy, hogy a paraszti konyha bevíve a csúcsgasztronómiába. Tehát az egyszerű ízek, a nem túl kombináltak, ami úgy gondolom, hogy a 2017-re jellemző, és a budapesti csúcsgasztronómiák is erre próbálnak, hogy nem sokat, de ami a tányéron van, az alapanyag is, és az elkészült étel is csúcs legyen. Igen, éppen ezt akartam mondani, láttam Szilt a másiknak a munkáit, amik most készülnek erre a nagy versenyre, hiszen sok mindent nem árultak el, mert hát az a saját érdekük, hogy ne derüljön ki a verseny előtt, de hát ők is ezt mondták, hogy a magyaros, az egyszerű, tehát nem kell túl bonyolítani semmit. Nem tudom, nem sok emberhez jutott el, hogy ők ott hagyták az Onyxot. Tehát augusztusban megváltak a Michelin csillagos Onyx étteremből, és nem titok, hogy egy maszek éttermet szeretnének nyitni. Megjelent, szintén nem titok, kockásabroszos éttermet nyitnak a Michelin csillagos séfek, mert szeretnének alkotni, és egy olyat adni, amit az előbb mondtam, hogy csúcsgasztronómiát megfizethető áron, és a idézőben a köznépnek, tehát azt, hogy igenis lehet jó minőségű alapanyagokból jó ételeket készíteni. Hát akkor reméljük, hogy ez be fog válni ebben az évben, és akkor majd a birka hamarabb, nem akkor a birkafőző fesztiválon meglátjuk, hogy mi valósult ebből meg. Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönöm, és remélem üresen jönnek a visszatányérok. Köszöntöm nézőinket, a sportcsarnokban javában zajlanak az asztali teniszmérkőzések. Csornai Csabával beszélgetünk. Hogyan is indult ez az év, mi az első verseny? Karcagon ez az első verseny, ez egy évindító, zárójelben úgy is hívjuk, hogy új év kupa, de egyébként Karcagváros egyéni és páros bajnoksága. Különböző kategóriákban alsó tagozat, felső tagozat, középiskolások, amatőr felnőttek, igazolt felnőttek, tehát mindenki megtalálja a számára megfelelő kategóriát. Akkor mondhatjuk egy picit egy ilyen felrázó évindító verseny ez itt, hiszen azért vannak itt küzdelmek is. Ez valóban így van, bár a mi versenyzőink már nem most kezdték az évet, hanem január első felében, és nagyon szép eredményekről tudok beszámolni. A DSE szakosztály tagját, kiváló versenyzőnket meghívták a válogatottba, és elsőként részt vett egy Pro Tour nemzetközi versenyen, ahol bár nem jutott a főtávra, de nagyszerűen szerepelt, és hát, ha jól emlékszem, egy svéd és egy magyar versenyzőtől kapott kicsoportjában, de ez egy nagy dolog. És ő nagyon gyorsan, egy hétre rá, következő héten részt vett Debrecenben egy régiós versenyen, ami ranglista verseny volt, és ott mind a két kategóriában 11 és 13 évesek között második lett, és így nagyon sok ranglista pontot szerzett, és ezeket nem számítva jelenleg a 34. az országos ranglista, és nagyon büszkék vagyunk rá. Azt gondolom, hogy lehetünk mi is mindannyian arra, hogy ilyen szép eredményeket elért, hiszen azért még fiatal, tehát előtte még a sok-sok éves versenyzés. Beszéljünk arról, hogy milyen versenyek lesznek februárban, hiszen éppen az előbb említette nekem, hogy rangos versenynek ad helyet a város. Igen, egy nagyszerű eredményt értünk el. Volt benne egy kis sportdiplomácia, volt benne Karcagváros asztalitani sportjának az elismerése is, hiszen február közepén, péntek, szombat, vasárnap Karcag rendezheti az asztalitenisz diákolimpia országos döntőjét, ami egy nagyon nagy szó, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mi lehetünk a rendezők, és készülünk is rá méltóképpen. És akkor lesznek Karcag indulók is? Szerencsére igen, Pekár Niki a Szent Annai Középiskola elsős diákja, ő a saját kategóriájában megnyerte a megyei versenyt, és így a hazai színekben, itthon, hazai pályán versenyezhet az országos döntőn. Hát akkor reméljük, hogy dobogóra is fog állni. Mi lesz a következő verseny? Február 25-én
azon a hétvégén kezdődik a országos veterán ranglista verseny sorozat, és már most hagyomány, hogy az első ranglista verseny mindig mi rendezzük, ez lesz a Csokai István emlékverseny, ahova nagy létszámot, 100-on felüli jelentkezőt várunk, és mivel ez a veterán ranglista verseny 40 évtől fölfele szól, itt lesznek az ország krémjéből is nagyon sokan NB1-es extraligás versenyzők is. Akkor azt gondolom, hogy a február az asztali teniszről fog szólni, és hát reméljük, hogy a sikerekről is. Én akkor azt kívánom, hogy ez a mai újévi bemelegítő verseny az induljon jól, és alapozza meg azt, hogy sikereket érjenek el a DSE versenyzői. Köszönjük szépen, azon leszünk, hogy sok siker legyen a karcagi asztali teniszben. Köszönjük szépen! Köszönöm én is a lehetőséget, minden jót kívánok a tévénézőknek. Nézzék a karcagi asztali tenisz rendezvényeket. És hát jöjjenek szurkolni is, köszönjük szépen. Az előbb már Csornai Csabától hallottuk, hogy Pekár Nikolett milyen szép eredményeket ért el, először is szeretnék ehhez neked gratulálni. Nagyon szépen köszönöm. Milyen volt a mai verseny? Nagyon eredményes, kaptam egy bronzot, nyertem 2 aranyat, és még lesz egy vegyes páros, szóval bele kell húznom. És hát azért bele kell húzni a te szavaidat átvéve a februári diákolimpiai versenyre is. Egyáltalán honnan jött ez az asztali tenisz iránti szerelem? Ez nagyon nehéz kérdés. Úgy volt, hogy az egyik ismerősöm azt mondta, hogy pingpongozik a Kovácsba. Elmentem megnézni, és egyre jobban megszerettem, egyre többet jártam, és egyszerűen megszerettem, és nem bírom abba hagyni. És mit jelent neked ez az asztali tenisz? Mindent. Nem bírom abba hagyni, nagyon szeretem. Mondjuk mennyiben változott meg az életed? Nagyon sokban, mert pozitívabban állok a dolgokhoz. Tehát kitartóbb lettél? Így van. Igen. És itt most volt olyan ellenfél, akitől úgy tartottál, vagy azért te már itt a karcagiakat ismered? Ismerek mindenkit, de mindig tartok minden meccsemen, ez mindig előjön. Mikor dől el? De gondolom, hogy amikor elkezditek, akkor csak oda koncentrálsz, de mikor érzed azt, hogy most nyerekben vagy és megnyerheted? A harmadik vagy a negyedik meccsemen szokott ez előjönni, hogy most már ott vagyok, most már nem kell izgulnom, menjen el a játék és kész. Ez a lényeg. És egyébként milyen játékos vagy? Gyors vagy inkább taktikás? Taktikás, de gyors is. Szóval minden előjön. És hogyan lehet készülni a diákolimpiai döntőre? Tehát gondolom azért fejben össze kell rakni a dolgokat, hogy azért ez nem egy házi verseny lesz, de egyébként hogyan lehet rá készülni? Nagyon sokat kell edzeni, és az edzők nagyon sokat segítenek ebben, hogy lelkileg is ott legyek, lelkileg is kész legyek. Barátok is, család is, mindenki hátam mögött áll és támogat, szóval igen, minden jó. És hát gondolom azért ez egy plusz előnyt fog jelenteni, hogy Karcagon lesz a verseny. Így van. És itt lesznek a barátaim is nézni, szurkolni. Mi is itt leszünk és szurkolunk neked, úgyhogy mi sok-sok szép sikert kívánunk neked. Köszönöm szépen. Dr. Falkas Bélával beszélgettünk a döntő meccs előtt van, úgyhogy nem is tartjuk fel sokáig, de ez az asztali tenisz, ez honnan jött? Tudom, hogy nagyon régóta műveli ezt a sportot, de honnan jött? Hát ez Karcagról jött, mert ugye így gyerekeskedtem, itt tanultam, aztán elkerültem vagy 30 évre, de ismét öregkomra visszajöve megkezdtem ezt a sportot ismét, és egy nagyon jó társaságban remek barátokkal tudunk játszani, és egészen eredményes, hiszen NB2, NB3 megyei, akár NB1-be is eljutnánk, csak az már több pénz kellene, annyi pénzünk meg nincs. Egyébként önnek személy szerint mit adott ez a sport? Hát maga a sport, és különösen az asztali tenisz megtanított küzdeni, alapvető, egész életemben jelenző volt a küzdés, de megtanult nem csak a sikereket élvezni, hanem a vereséget is elviselni. Tehát a sportnak óriási nevelő hatása van, amellett, hogy fizikailag is erősít, és szellemileg is kikapcsol, az egyéb szakmai munkám mellett egy rendkívül jó kikapcsolódás jelent számomra. Milyen a mai verseny? Tehát most a döntőre készül, az azt jelenti, hogy jól szerepelt, de volt-e, akivel azért nagyon meg kellett vívni? Hát ma egy döntőig eljutni az azt jelenti, hogy elég sok mindent kell cselekedni, ahogy eljusson az ember idáig, és hát a fiatalok jobban bírják, jobban ugrálnak, gyorsabbak, már pörgetnek, tehát fel kell kötnöm azt a bizonyos alsóneműt, de most úgy tűnik, hogy eljutottam a döntőig, és egy fiatallal fogok megmérkőzni. Én azt kívánom, hogy sok-sok hasonló élményben legyen még része, és akkor sokáig versenyezzem még. Köszönöm szépen! Kedves nézőink, most pedig Háttér című magazinműsorunk következik.
Köszöntöm kedves nézőinket! Mai Háttér című műsorunk vendége Molnár Ferenc, a Karcagi Talpas Ijász Egyesület képviseletében. Köszöntöm itt a stúdióban. Jó napot kívánok, én is köszöntöm a nézőket. Eltelt egy esztendő, és ugye minden civil szervezet, köztük az egyesületek is ilyenkor évvégén, évelején számadást végeznek az eltelt egy évről. Beszélgetésünk témája is ez lesz, hogy a tavalyi évben ez az egyesület hogyan működött, milyen rendezvényei voltak, milyen eredmények születtek. Igen, a tavalyi évünk elég forgalmas volt, ahogy szokták pestélyesen mondani. A 2016-os év egy picit, ahogy mondhatnak, hogy egy kicsit aranybetűvel került be az egyesület életében, mert tényleg sok olyan rendezvényen vehettünk részt, amin eddig még sohasem. Természetesen a legfontosabb eseményünk a szokásos május 1-én megrendező saját rendezésű versenyünk volt. Ez volt az év első nagy rendezvénye, ez már a harmadik alkalommal megrendezésre kerülő kötöny, mint a Nagyhun ívfeszítő viadal. Ez mindig a Nagyhun ünnepekhez kötődik, ezért is álltunk be, hogy mindig május 1-én csináljuk. Tavaly ugyan maga a nagy rendezvény egy kicsit több helyen került megrendezésre. Az ijászat maga ugye nem jöhet ebbe a városba jellegén fogva, ugyanúgy Erdei futóvályán lett megrendezve. A rendezvény többi része a főtéren, illetve a Múzeumparkban került megrendezésre, de úgy gondolom, hogy az ijászat olyan népszerű már a városban, hogy a benti városban látogatók közül is nagyon sokan jöttek meg megnézni a versenyünket. Maga a versenyünk mondhatni, hogy nagyon jól sikerült. Az elmúlt két évet tekintve a harmadik verseny a létszámban még többen érkeztek. A tavaly előtti 130 főt most még megfeleltük, tavaly 185 versenyző érkezett. Ezek a versenyre az ország bármely területéről érkeztetnek, pontosan. Tehát ezek országosan vannak. Így van, ezek országos meghirdetésű versenyek. Természetesen általában azért a tiszántúli régióban inkább a tiszántúli versenyzők jönnek, kevés, aki Dunántúlról átrándul azért Tiszántúlra, de azért megvannak ennek is a távolságai, hiszen Szegedtől Miskolcig, Sátoraljaüheig, Mezőkövesdig bezárólag Békés Csaba nagyon sok versenyző érkezett hozzánk. Tulajdonképpen ez a 185 fő köszönhető annak is, hogy a keleti gyepinek is tagja lettünk. Ez egy ijász szervezeteket magába foglaló szervezet. Erről is mondok néhány mondatot, de magáról a versenyről azért néhány mondatban még. Próbáltuk a versenyzői igényeket ugyanúgy minőségire kielégíteni, mint előző években. Volt 22 cél, amit a versenyzők meglőhettek. Megnyitott megtisztelte Kovács Sándor úr, a megyei közgyűlés elnöke volt a hivatalos megnyitó egyik résztvevője, a másik pedig a keleti gyepű vezére, és a rövid megnyitó beszédek után egy ilyen közös nyíllövéssel nyitották meg a versenyt hivatalosan is, de napközben meglátogatott bennünket Fazekas Sándor miniszter úr is, ő is érdeklődik a sportágunk iránt, egy rövid körre végigvezettük őt is az ijászok között, és mondom, nagyon sokan kijöttek a városból is biciklivel, autóval, csak azért, hogy megnézhessék az ijászainkat, egy kis időutazást ott tegyenek, hiszen mindenki hasonló 9.-10. századi viseletet idéző viseletben jön ezekre a versenyekre, szépen beöltözve, és annak valóban nincs semmi akadálya, hogy bárki megtekinthesse a versenyt, mert a régi futópályán úgy vannak elhelyezve a célok olyan biztonsággal, hogy bárki a futópálya területén végig sétált, hiszen a versenyzők is azon mennek végig, úgyhogy teljes biztonsággal megtekinthető bárkinek. A verseny végén a Hubai Kft.-nek köszönhetően több mint 200-adag szürke gulyást osztottunk a versenyzők között, úgyhogy gyomruk is megtelt, nagyon elégedettek voltak, és
a szokásos érmek és oklevelek mellett még Mészáros Zsolti barátunknak, az Eszen Kft-nek köszönhetően különleges különdíjakat is kioszthattunk, ilyen íjász alakot megformáló serleg formájában. Nagyon örültek a versenyzők ezeknek, legfiatalabb versenyző, legöregebb versenyző, legöregebb sajnos sok ilyen különdíj volt. Hogy valóban elégedetten távoztak, várják a következő negyedik viadalt. Egyedül annyi hiányosságot mondott néhány versenyző, ami a tavaly előtti versenyünkön megvolt, hogy a verseny előtt csináltunk egy közös nyílzáport a lovasi íjászokkal kiegészülve, átvonultunk a küzdőtérre, ahol a lovasi íjász programok zajlottak tavaly előtt. Ez most ugye elmaradt, hiszen nem voltak kint a lovasi íjászok. Talán, ha legközelebb újra kint lesz az egész rendezvény, akkor ezt megcsinálhatjuk, és azok is örülhetnek, akik ezt most hiányolták, mert nem gondoltuk egyébként, hogy ilyen népszerű lesz, mert azért a versenyző, amikor eljön, már készül a versenyre, és úgy gondoltuk, hogy esetleg kizökkenti a koncentrációba, hogy most átvonulunk, lövünk két veszővel a nyílzáport, visszavonulunk, és utána kezdődik a verseny, de nem, mondom, nagyon népszerű lett, úgyhogy ha sikerül, idén megcsináljuk, hiszen idén is tervezzük a hagyományosan, most már negyedik nagykon íjászviadalt megrendezni. Ugyanazon a helyszínen természetesen próbáljuk egy kicsit most a keleti gyepű miatt egy kicsit színesebbé tenni a programot. Még annyit erről a keleti gyepűről, hogy maga a küldetése a gyepűnek, hogy a 9.-10. századi hagyományokat egy kicsit tovább vigye, éltesse. És ez nem csak az íjászathoz kötődik, hanem hivatalos vezére van, és akkor egy-egy hivatalos minősítő versenyei vannak. És ezeknek a versenyeknek van egy koreográfiája, meg van egy vezérfogadással indul a dolog, ahol a csapatok felsorakoznak, a vezérnek van kísérete, a vezérfogadás arról szól, hogy magát a gyepű vezérét és a helyi vezér egymás köszönti a régi hagyományok szerint, bort isznak, kenyeret törnek, az első kortyot és falatot a földanyának adják vissza, akitől ugye kaptuk ezeket a dolgokat. Úgyhogy ez mind szép dolog, és ezt próbálnánk meg idén, ezt a úgynevezett vezérfogadást itt a verseny előtt egy picit feleleveníteni, hasonlóan a gyepis versenyekhez, hiszen tavaly már mi is részt vettünk ezeken a gyepis versenyeken, ami egy speciális verseny, elég nehéz célokkal, több napos rendezvények, több alkalmas rendezvények, éjszakai lövészet van, nappali lövészet, távlövészet, úgyhogy a gyepű bajnoki cím, amiért ez az egész zajlik, nagyon meg kell küzdeni, oda kell tenni magát az íjásznak, úgyhogy ez egy elég nagy kihívás tulajdonképpen. Sikerült nekünk is idén, vagy tavaly már ebbe bekapcsolódni, sőt olyan sikerrel, hogy a gyepű bajnoki címet tavaly a Kötöny népe egyik íjásza, Csorvási Zoltán hódította el. Ennek nagyon örültünk. Zoli egyébként is olyan szárnyakat kapott ezután, hogy nagyon nagy formába lendült, és köszönhetően ennek a formájának, illetve régi ismerettségének is augusztusban a Turán Alapítvány a Üzbegisztánban és Kazaksztánban megrendezendő kis minikurultájt, illetve egy nomád világjátékok rendezésre volt hivatalos, és a Mónus Józsit, a távlövő világbajnokunkat szerették volna kivinni a talpasi íjászat kategóriára. Józsi nem ért rá, és Józsi a Zoli barátunkat ajánlotta. Mondom, egyrészt régebbiről is ismerik egymást, másrészt meg a Zoli eredményei, ezt most, ahogy szokták mondani, kiérdemelte ezt a jutalmat, úgyhogy őt vitték ki, hogy megjárta utána még Üzbegisztánt és Kazaksztánt is Zoli, és nem vallott szégyent, hiszen ebben a kategóriában, ebben a talpasi íjászatban, amiben ő ott indulhatott, ott is negyedik helyezett lett, egy pár ponttal lemarad a dobogóról, úgyhogy büszkék vagyunk, hogy még Üzbegisztánban is képviseltette szűkebb hazánkat. Az egyesület tagjai élen járnak a hagyományőrzésben, ahogy mondta is, az íjászat szokásainak a felelevenítésében, illetve az öltözködésben, de ez az íjászat egyben sport is. Mennyire jellemző, vagy volt jellemző az elmúlt esztendőben? Gyarapodott-e az egyesületnek a taglétszáma? Tehát érdeklődnek-e a különböző korosztályok?
Mindenképp pozitív az a dolog, hogy évről évre növekszik a taglétszám. Most durván a aktív és passzív tagok létszámát tekintve olyan 48-49 főnél járunk. Ugye a passzív tagok ezek arról szólnak, hogy vagy most éppen gyesen van, vagy elment most tanulni, de majd visszavárjuk. Az aktív, aki pedig ugye rendszeresen jár és sportol, jön velünk a versenyekre, jár ki az edzésekre. Örömmel tapasztaljuk, hogy nagyon sok fiatal, nagyon sok gyerek csatlakozik hozzánk, nagyon sok a fiatal versenyzőnk. Mondhatom, hogy minden korosztályban tudunk kiállítani 10 év alatti, 10 év fölötti gyerkőcöt, ifjúsági korosztályt, és a felnőtt, illetve szenior, úgynevezett tiszteletre méltó 50 év feletti kategóriában is van jó pár versenyzőnk, tehát valóban az óvodástól a nyugdíjasig mindenki megtalálható közöttünk. Megmondom őszintén, ki is használjuk ezeket a lehetőségeket, hogy népszerűsítsük ezt az íjászatot. Idén nyáron a Karca Városért Alapítvány, hogy emlékszem, szervezett egy ifjúsági tábort, ahol három város 8 iskolája vett részt, Székelykeresztúr, Szepsi, Bácskosút falva is. Nekik is tartottunk egy bemutatót kint a fürdő melletti kis edzéshelyünkön. Az Erzsébet tábor keretében, az Arany János iskola tanulóinak, nyári napközi keretében a Györfi István katolikus általános iskola tanulóinak, tehát nem hagyjuk ki ezeket a lehetőségeket, hogy a gyerekek között népszerűsítsük. Némi kis bemutató, és utána hadd próbálják ki ők is ezeket az íjakat. Tehát itt városon belül a városi rendezvényeknek, akkor a különböző civil szervezetek rendezvényeinek is aktív részesei, de gondolom, hogy városon kívül is kerül megrendezésre olyan fórum, rendezvény, ahol részt tud venni a Talpas Íjász Egyesület. Esetleg versenyek, találkozók, fesztiválok, ezekről hallhatunk-e? Volt bőven. A saját rendezésű versenyünk után folyamatosan jártuk a versenyeket. Tulajdonképpen előtte is voltunk már egy-két versenyen, de hát ugye a tavasz akkor indult a májusban. Úgyhogy a legfontosabb ebből a világbajnokság volt, amin részt vettünk. Ez augusztusban történt, ez egy ötnapos rendezvény, ez az első történelmi íjász világbajnokság volt, ezen 4 fő tudott részt venni a kötönynépe íjászkörből, a Bene Zsuzsanna, Karas Lajos, illetve a fia ifjúsági kategóriában ifjú Karas Lajos, és jó magam, tudtunk eljutni erre a nemzetközi rendezvényre. 22 ország 360 versenyzője nevezett erre az eseményre. A Gyulai Vár és környéke adott ennek otthont. Nagyon színvonalas rendezvény volt, több napos, mondottam. Az első nap az a regisztráció és ismerkedés volt. Utána 3 napig csak a selejtezők zajlottak, ami arról szól, hogy különböző célokat kell meglőni minden nap pontszámokért, és a pontszámok 50%-át minimum meg kell lőni mind a 3 nap, ahhoz, hogy a döntőre szombaton, a 4. napra bekerülhessen az íjász. Úgyhogy, ahogy szokták mondani, emberpróbáló feladat volt, hiszen itt nem egy egynapos versenyről volt szó, hanem egy versenysorozat. Mondhatjuk, hogy a teremtőnek köszönhetően és a szerencsének a kötőnépei jászaiból mind a 4 fő bekerült a szombati döntőbe, tehát mind a 3-nak sikerült meglőnünk azt a bizonyos minimum szintet, kicsit azért többet is, de azért ez egy elvárható talán, de azért nem egy egyszerű dolog. Annál is inkább látszik ez, mert a szombati döntőbe a 360 versenyzőből már csak 160 tudott rajthoz állni. Úgyhogy megrostálta a mezőnyt az a 3 nap. De valóban Portugáliától Malajziáig rengeteg versenyző volt. Én magam a kis csapatomban, amiben voltam, volt köztünk egy portugál és egy olasz versenyző például, akivel a kommunikáció is néha az csak az íjászat nyelvén működhetett. A szombati döntőben sem szerepeltünk rosszul, dobogót, érmet ugyan nem sikerült, de úgy gondolom, hogy az ifjúsági kategóriában ifjú Karas Lajos 5. hely, az egy pontszerző hely, ugye 4-től 6-ig ezek pontszerző helyek az íjászatban. Ez is egy remek eredmény.
illetve a felnőtt kategóriában Karas Lajos 8. helyen végzett, én a saját kis tiszteletreméltó kategóriában 13. helyen, Zsuzsi pedig a lányok között 19. helyen. Ezek úgy gondolom, hogy nagyon szép eredmények, és csak hálával gondolunk a szervezőkre, hogy egy ilyen versenyen mi ott lehettünk, illetve az önkormányzatunknak és a Hubay Kft-nek köszönhetően, hiszen ezek azért nem kevés anyagi áldozatok a nevezési díjtól az ott létig. De nagyon jó volt maga a szombati döntő után, a legjobb hat mindig, ez egy külön versenyszám, hogy a legjobb hat még egy külön rálövést végez. Ez olyan szinten történt, hogy kivetítőn lehetett végig követni a hat íjásznak a lövéseit, a pontszámait, ahogy körről körre változtak a helyzetek. Tehát maga a show jellege is megvolt tulajdonképpen az egésznek. Úgyhogy nagyon jó érzéssel jöttünk haza. Idén nem lesz világbajnokság, de lesz Európa-bajnokság, szintén történelmi kategóriában. Most ennek még a helyszínét nem tudjuk, de ha sikerül, akkor talán részt tudunk rajta venni. Szeptemberben országos bajnokság volt, ami szintén egy nagy esemény, az Egri Vár adott otthont ennek, ott 210 versenyző volt, a Kötönynép csapata 15 versenyzővel képviseltette magát. Itt sikerült két negyedik helyet, pontszerző helyet elcsípnünk, illetve két hatodik helyet, illetve a nemzeti bajnokságban egy bronzérmet. Ott, itt annyit kell tudni csupán, hogy az országos bajnokságra szintén csak úgy lehet odajutni, ha az előző valamelyik íjász versenyen, ami kvalifikációs verseny, meglövi azt a bizonyos szintet. Ez egy ilyen Miss Magyar Íjász Szövetség szabályzatában lefektetett dolog, tehát eleve meg kellett lőni azt a szintet. Aki nem lőtte meg, vagy nem tudta meglőni, vagy nem akarta meglőni, az az úgynevezett nemzeti bajnokságban indulhatott, ami egyébként ugyanaz, tehát ugyanazokat a célokat lövi végig, ugyanazt a pályát, ami az országosan, csak ő neki nincs joga lehetősége az országos bajnoki címér és a minősítő veretekér, amiből itt látható egy harcba szállni, hanem egy ilyen idézőjelben mezei oklevelet, érmet kap, ez a bizonyos nemzeti bajnokság, illetve nem csak azoknak szól ez, akik az országos címért nem szállnak harcba, hanem a külföldről érkező magyarjaink is, akik nagyon szerelettel jönnek hozzánk versenyezni. A mi kis májusi versenyünk is, ha már lehet így fogalmazni, nemzetközi volt, hiszen Romániából és Felvidékről is érkeztek hozzánk is versenyzők, tehát előszeretettel járnak ide külföldről magyar anyanyelvű versenyzők, és így volt az országosan is. Csak hát ők ugye az országos bajnoki címén nem indulhatnak, és ezért a nemzetiben ugyanúgy részt vettek, mint bármely más magyar társaik. Beszélgessünk egy kicsit, amit hozott ide egy díjat, illetve egy érmet. Ez mihez kapcsolódik? Igen, versenyhez? Mondtam, ez a kis érem vagy veret, ez egy minősítési szint, ez a Magyar Íjász Szövetség által létrehozott veret, volt belőle a bronz, arany és ezüst minősítés. Ez az országos bajnokságon szerezhető meg, attól függően, hogy mennyi pontszámot lő egy íjász. Tehát itt nem csak a helyezésért, a dobogóért, az éremért, az oklevélért száll harcba, hanem ezért a bizonyos minősítésért is, hiszen ha azt a pontszámot meglövi, nem biztos, hogy dobogóra áll, de magára a veretre jogosult. Ez egy ezüst vered, de többen szereztek a versenyzőink közül bronz és ezüst veretet még. A másik pedig egy különleges versenyünk díja. Téglás városa már évek óta rendez úgynevezett városok diadalát. Ez egy nagyon különleges verseny. Ez nem egyéni verseny, hanem csapatverseny. Valóban a városért küzd az íjász csapat, és csak a csapat eredménye számít. Itt nincs egyén érem vagy oklevél. A verseny népszerűségét jelzi, hogy mi második alkalommal vettünk részt tavaly ezen a versenyen. Tavaly előtt 17-18 város nevezett erre a versenyre, tavaly 28 város volt már.
Ez egy nagyon szintén kicsit show jellegű műsor, de nem csak maga a verseny van ezen a napon, hanem ez egy ilyen családi nap, lovas bemutatók vannak, kirakadó vásár, tehát itt is a szervezők ügyelnek a részletekre is, és valóban egy ilyen családi hangulatú nappá varázsolják. És hát mellette persze ott van az íjászat, de itt mondom, mindig a várost képviseljük, eleve a téglási önkormányzat és az íjász egyesület azt a városnak az önkormányzatát egy hivatalos ünnepi meghívóval megkeresi, amelyik íjász csapat jelzi, hogy részt venne ezen a viadalon, ez így történt ez idén is. És hűen a hagyományokhoz, tavaly előtt, amikor először indultunk egy csapattal, akkor is a harmadik helyen végeztünk így elsőre. Ezt tavaly sikerült újra bebiztosítani, bár ide, tavaly kettő csapattal indultunk, volt egy felnőtt csapatunk, illetve egy 50 év feletti csak senior kategória. Itt annyit kell tudni, hogy az öt fő az azért van annyi megkötés, hogy úgy kell összeállítani a csapatokat, hogy legyen, lehet négy felnőtt férfi, azzal nincsen probléma, de legalább egynek az ötből más korosztálynak kell lenni, vagy más neműnek. Tehát vagy egy fiatalt, egy ifjúsági versenyzőt, vagy gyermeket vinni, vagy egy hölgy versenyzőt. Tehát így kell összeállítani a csapatokat, és így két fős csapattal tudtunk indulni, és senior csapatunk megnyerte ezt a gyönyörű serleget. A másik csapatunk pedig rögtön a negyedik helyen végzett, tehát úgy gondolom, hogy a 28 városból a harmadik, negyedik hely Nem is az eredmény, hogy valamit próbáltunk visszaadni a városunknak, aki tényleg támogat bennünket minden rendezvényünkön, versenyünkön. Most értük, küzdöttünk, és úgy gondolom, hogy valamit talán sikerült visszaadni. Úgyhogy ezt most csak behoztam megmutatni. Ez a városé, tehát ez majd a városi vitrínbe fog kerülni a tavalyi trófea mellé. Ez a gyönyörű kis jelleg. Számos versenyt említett, van-e még, ami esetleg szóba kerülhet említésre méltó, amelyen részt vettek? Igen, ami nagyon fontos, hogy ha összesítést kell végezni, akkor számokat is hadd mondjak, 25 versenyen vettünk részt, így összességében tavaly. Ez azért ez szép szám, hiszen 52 hétvége van egy évben, és 25 versenyről beszélünk, de azt jelenti, hogy van egy második hétvégén versenyen voltunk. Ezen összesen 95 érmet sikerült a versenyzőinknek szerezni, ebből, ha jól emlékszem, 50 arany, 29 ezüst és 16 bronz. Tehát ezek is jelzik a fejlődést. Fontosak, nem feltétlenül ezért kell íjászkodni, de fontos a siker. Ez a pici kis veret is tulajdonképpen mondhatni egy tárgy, de ha ránéz az ember, emléket idéz fel. Tehát tulajdonképpen az összes ilyen érem, veret, amiért megküzd az ember és sikerül megnyernie, ez egy olyan kedves emléket idéz fel benne, ami újra... Illetve sok-sok gyakorlás és munka van igen, mögötte. Így van, visszaadja a munkávetett hitet, és ugye viszi előre az íjászt, hogy megéri csinálni. Ez ad újabb erőt és löketet, hogy vigye tovább. Tehát az a 25 verseny, ez tulajdonképpen azt mondom, hogy rekord volt, tavaly előtt azért ennyi versenyen nem voltunk, meglátjuk, hogy az idei év hogy alakul. Már elkezdtük az idei évet is, voltunk már egy teremversenyen, illetve volt egy saját rendezésű teremversenyünk, ez idei évet azzal kezdtük, 14-én szombaton az első teremversenyünket sikerült megrendezni. A január régi nevéről adtuk neki a Fergeteg teremélyjelsz versenyt, ami valóban fergetegesre sikerült, hiszen aznap reggelre esett le a hó, és az előzetes nevezés alapján 140 versenyzőt vártunk, ebből 93-nak sikerült megérkezni az időjárásról tekintettel. Rengetegen mondták aznap reggel vissza, nem tudtak elindulni az autóval, vagy nem mertek, de ennek ellenére volt, aki Kecskemétről ideért, Miskolcról ideért, Békés Csabáról, Gyuláról ideért, úgyhogy a 93 fő úgy gondolom, hogy még így is egy nagyon szép létszám. 15 célt állítottunk fel nekik a városi sportcsarnokban, ott került megrendezésre ez a verseny, és tulajdonképpen akik eljöttek, itt voltak, elégedetten távoztak, és ígéretük a szíven, ha jövőre is megrendezzük, szeretnénk ebből is hagyományt csinálni, akkor jövőre is itt lesznek, úgyhogy köszönjük is a város és a Dérinő
művelődési sport és szabadidőközpontnak, illetve munkatársainak, hogy segítettek nekünk ebben a verseny lebonyolításában, hiszen nem volt egyszerű reggel is az időjárási körülményeket nekünk is leküzdeni, hiszen akkor kell bepakolni, de úgy gondolom, hogy egy sikeres versenyen nyitottuk az évet, és már túl vagyunk egy szintén teremversenyen, amiben egy Újfalban volt a múlt héten, ott is voltak versenyzőink. Úgyhogy már elkezdtük az idei évet, vannak terveink hasonlóan az idénre is, fix versenyek, amikre mindenféleképp szeretnénk eljutni, illetve hát ha nem is 25-re, de valószínű, hogy hasonló létszámú versenyre eljutunk, újra lesz Tégláson Városok Viadala, újra lesz országos bajnokság, annak már a helyszín, a dátuma megvan, szintén szeptemberben lesz, most a Visegrádi Várban lesz lebonyolítva, most nem világbajnokság, hanem történelmi Európa bajnokság lesz, meglátjuk, ezen sikerül-e indulni, és hát mondom, számos olyan verseny, ami próba elé állítja versenyzőinket, többek közt újra részt veszünk a keleti gyepű minősítő versenyein. Reméljük, hogy Zoli barátunknak sikerül megvédeni a címét, de ha nem, az se probléma, mert azért az íjászat örömért versenyzünk itt elsősorban, de úgy gondolom, hogy maguk az elismerések ugyanúgy hozzátartoznak. Hát összességében akkor a tavalyi évet azt eredményesnek tekinthetjük, és igen mozgalmasnak, úgyhogy nem csak hagyományt őriztek, hanem eredményeket is szereztek az Egyesületnek, és nem utolsó sorban, pedig a sport kedvéért is együtt töltötték az időt. Én kívánom, hogy az idei évben is megvalósuljanak az elképzelések, és hasonló gyönyörű szép eredményeket szerezzenek, ami tovább lendíti ennek az Egyesületnek az életét, a működését, és minél több tagot tud magának. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm én is, hogy értem. Kedves nézőink, köszönöm szépen a figyelmet. Kedves nézőink, köszönjük szépen, hogy ma este is velünk tartottak. Hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk bátran, és maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik adásunk, a jövő heti viszontlátásra mindenkinek.